Fedél nélkül, uraim! Ah. Fedél nélkül! Buenos dias! Parla España! Buenos dias! Spanyole, spanyole, perfecto, spanyole! Úr, fedélnék, bocsánat, csak nem kubai, akkor nem fedélnék, akkor fidelnék! Deutsch? Ja, sprechen Sie Deutsch, németül. Parla di francese? Je vous aime, maman. Oh, do you speak English? Yes, perfect angolul. Tudod angol? Nagyon jó, I am amerikai, én csak angolul tudom beszélni. Amerikai, fedél nélkül. Van rajta fedél, nem kell, köszönöm. Kérlek, segítsen nekem. Parancsoljon. Megkérdem, segítsen. Hol találom itt meg pontosan? Szent Péter Bazilika, je? Nem itt van, kérem szépen, az Itália fővárosa Rómában van a Szent Péter Bazilika. Yeah. Róma! Róma van itt nálunk. Ez Rómában van, kérem, ez Magyarország fővárosa, ez Budapest. Bukarest, nem? Nem, Bukarest, Románia fővárosa. Budapest, kérem, Magyarország fővárosa. Bukarest, Budapest, egál. Nem megáll, kérem, nem, abszolút nem megáll. Ez Magyarország fővárosa, Budapest, Magyarország. És mondja nekem, hány lakosa van itt? 10 millió. 10 millió? Pillanatnyilag 10 millió lakos. Jó. És mióta létezik ez a Magyarország? Ezt kérem, 1000 éve. 1000 éve? És hogy tudott így fennmaradni? Hát ez számunkra is rejtő. 10 millió, te! Mi nálunk egy városban laknak 10 millióan. Gratulálom! Nekünk van 50 államunk. Nagyszerű. 50 csillag van, ami lobogunk, ugye? Nálatok hány csillag van? Hát momentán már egy sincs. Egy volt, egy csillag, azt most betiltották, kivitték a szoborparba, csillag nálunk be van tiltva. Be van tiltva, azt nem értem. Heineken sörön is van vörös csillag. Igen, be van tiltva, akkor ti hogy iszátok Heineken sör? Behuny szemmel. Akinek jut. Szegény magyarok. Ne sajnáljon minket. Ez egy szegény ország, de tehetséges néppel, kérem. Rengeket bajunk, gondunk volt a történelmünkben, de a tehetségünk, a szorgalmunk és a humorunk átsegített minket. Ez egy tehetséges kis nép, uram. Nagyon sokat köszönhettek mi nekünk. Egész világ nagyon sokat köszönhet nekünk, amerikaiak, nem? Nektek mi? Mi nagyon sok találmányt adtunk világnak. Hát néhány fontosabbat mondjon. Szívesen, az egy Coca-Cola. Nagyon fontos. Bravo gumi. Talán még fontosabb. Igen. Kentucky Fried Chicken. Hát az a legfontosabb. Nem haragszik, nem bántom meg az önérzetét, ha néhányat azok közül mondok, amit mi fedeztünk. Nem, csak egyet mondja, ha van. Jó, hát akkor Kempelen Farkas 1768-ban akkor találta fel a sakkautomatát, mikor önök még Amerikai Egyesült Államok nem volt, nem is létezett. Hát, te fantázia, nem gondoltam volna. Nem, ja, jó, rendben van, ezek vannak mint régi dolgok. Igen. De te tudsz olyan dolgot is mondani nekem, amit most mi minden nap használunk? Hogy ne tudnék, nem is egyet, uram. Üdítse ki a zsebeit. Nem, mi ez, rablás? Ne, ez egy szemléltető oktatás az itt ülők. Tessék, parancsolj, minden meg. Bármi jó, igen. Van, tessék, hát kezdjük van. Nézd meg ezt. Az mi? Hát nem látod, ez egy gyufa. Gyufa, igen. Honnan van ez? Semmi, bementem boltba, vettem, és csak úgy lett. Nem lett, kérem. Előbb ezt föl kellett találni egy magyar embernek, igen. Úgy hívták. Irinyi János, ő találta ki, kiváló ember Irinyi volt. János. Az mi? Golyóstól. Golyóstól, yeah. Bíró József találmánya, nem is tudják. Magyar ember találta föl, ebből van a világon a legtöbb. Ne csináld, mindjárt beveszek egy nyugtatót. Seje János. Stressz azóta van nyugtató, kérem. Stressz, nem amerikai találmány? Á, mi az, hogy A? Az egy vitamin. De van B és van C vitamin, amit Szent Györgyi Albert, a kiváló Nobel-díjas szegedi professzor talált fel. Fantasztikus. Ez hihetetlenek vagy. És az mióta kezdődik? Ez egy pénz, látod? Igen. Európai pénz, úgy hívják őt, tehát euró. És nagyon okos pénz ez, te okos, mert nem lehet őt hamisítani, de is van rajta hologram. Igen, azt Gábor Dénes találta. Hát de fan, nem csinálom. Kiváló magyar ember, hologram. Ez egy kis ország, sok tehetség van. Az mi? Hát ez a kedvencem. Na, mondjam, hiszen nem, én enélkül már nem is tudnék ám élni. Hogy hívják? Számítógép. Naiman János, kiváló magyar ember találta föl, uram. Nem is tudna élni. A világ legnagyobb találmánya, kiváló kutató, matematikus. Naimannak hívta. De várja. Én úgy hallottam, hogy ez a Naiman, ez egy zsidó ember volt. Idehaza.
Angliába, akkor már ott elfogadták, világhírület, befutott, utána már mi is elfogadtuk. Hát ti fantasztikus, egyszerűen nem is hittem volna azt, hogy ilyenek vagytok. Ez néha én is össze vagyok zavarodva. Te, várj egy kicsit, tudsz nekem te mondani egy új magyar találmányt, egy új magyar feltalálót? Uram, olyat mondok önnek, amiről perceken belül az egész földkerekség beszélni fog. Egy kis magyar ember föltalálta, egy csepp vérből hogy lehet megállapítani genetikailag? Volt-e, van-e, lesz-e beteg a családban? És ebből az egy csepp vérből meg lehet állapítani, hogy kell gyógyítani, uram, kivál a jövő nagy találmánya a magyar ember talál. Óriási, fantasztik! És te ismered ezt a ember? Személyesen kiváló barátom, uram. Barátod? Egy nagyszerű barátom, kivál. Akar vele esetleg találkozni? Hogy kérdezheted ezt? De persze, hogy szeretnék. Szeretne vele. Nagyon szeretnék. Akkor maradjon itt ezen a helyen, itt az oszlopnál. Itt? Itt, igen, mert ide jön. Ide? Igen, pontosan ide, no. Ugyanis, uram, ezen a helyen déli 12 óráig, kérem. Én koldulok, 12 után ő koldul.